Tehát igen, nagy fába vágtuk a fejszénket ebbe az évbe. Ez a Neumann 120 éve, nem tudom mennyire követitek az eseményeket, nagyon sok esemény van, és minden szakosztályt megkértünk, hogy ha van lehetőség, akkor az ilyen különböző konferenciákon beszéljünk erről az eseményekről. Úgyhogy ezért jöttem itt egyrészt, hogy köszöntsem a konferenciát, köszöntsem azt, hogy ilyen sokan eljöttek. Egy pár szót beszéljünk arról, hogy mik is vannak itt az évben. Ugye próbáljuk azt elérni, hogy ez ne csak ilyen kötelező feladat legyen, hanem próbál mindig újdonságot beszélni, és a nagyon sok szakosztályban sikerül ez. Őszintén mondom, gondolkodtunk rajta, de így a adóhivatallal kapcsolatban és Neumannak az összekötése nem igazán sikerült átütő eredményt elérni. De azért próbálok pár dolgot elmondani, mert csak azért is, mert ugye itt nagyon sokan vannak, akik nem követik napi szinten a Neumann társaságnak az eseményeit. Ugye a Neumann társaság ugye ez a négy területtel foglalkozik, ugye az infrat öröksége, ugye aminek része az ITF, tehát az Infratörténeti Fórum, de emellett egyébként hogy nagyon fontos, hogy a szakmai fórumrendszer. Itt vannak azok a szakosztályok, ahogy említettem, hogy a mesterséges intelligencia, képfeldolgozás, gazdaságinformatika és így tovább, akik tényleg találtak kapcsolódásokat a különböző Neumann eredményekkel. Van ugye a digitális kompetencia képzés, ugye ICDL, de egyre inkább itt azt mondanám, és ez ugye ez egy európai program, hogy a digitális állampolgárság az lesz, és ugye ez része neki az adó bevallás is, de ahogy említetted, ugye a MÁV jegy vásárlás is igazából, tehát hogy képes-e mindenki ezeket a feladatokat ellátni, vagy is megismerni, vagy elvégezni. És ugye van a tehetséggondolási hálózat, lényben az összes informatikai versenynek a valami módon benne vagyunk, kezeljük, és nem tudom, itten, akik itt ülnek-e, nagyon sok ilyen díjátadón szoktunk ott lenni, és ott büszke apukák és nagyszülők szoktak a különböző eredményekre büszkék lenni, tehát itt az E-Hód verseny, a Nemestia mérverseny, és így tovább. Ugye új dolgokat sikerült ugye a Neumannnak 1999-ben a Financial Times odaítélte az évszáz embere címet, sikerült megszerezni azt az eredeti újság példányt, ami ezt bejelenti, és akkor itt ki van írva, ugye, hogy miért is gondolták az újságírók, hogy azok az újságírók, akik ezt megválasztották Neumann. Ugye itt a számítógép a harmadik helyen szerepelt, és ugye itt azért és nyilván abban az időben ugye az atombomba, a hidegháborús dolgok, a közgazdaságtani szerepel ebbe, tehát Neumann igazából egy sokkal szélesebb mondjuk portfóliót vitt, mint a számítástechnika, vagy az informatika. De igazából itt az év során valahogy azt látjuk, hogy ő zseni volt azért, mert a tiszta tudomány mellett a gyakorlatot is tudta fejleszteni, és a kettőt nagyon szépen össze tudta illeszteni. Mind a kettőbe tudott nagy eredményeket elérni. Igazából nem lehet mindenki zseni, de ez lehet egyfajta ilyen tanulság ugye ebből az évből, meg ennek az életműnek a tanúsága. Ugye ez a Neumann 120 évnek a logója. Akit érdekel részletesebben, akkor a neumann120.hu honlapon ott vannak az események, és egyébként van egy Kaleidoszkóp nevű oldal is, ahol gyűjtjük össze a fényképet, fotókat, grafikákat, kiadványokat, és itt ami Neumannról szól. Van egy amerikai egyetem, ahol összegyűjtik az összes Neumannról szóló publikációt, most nem is emlékszem, de nagyon sok van rajta, és még rajta vannak az összes magyar, legalábbis amiket eddig tudtunk, a magyar kiadványok is fel vannak sorolva, tehát Neumann másutt is érdekes. Ugye az Óbuda Egyetemmel ebbe az évben nagyon szoros kapcsolatunk van, pont ebbe a teremben volt a Neumann évnek az évnyitója, a Neumannak a lánya itt a felső képen is szólt ugye itt a magyar közönséghez, és örült, hogy ezt az évet megtartottuk. Ugye nemrég volt a Magyar Tudomány, amikor egy nagy konferencia, azt is kiemelném, tehát mindenképpen a Neumann tudomás eredményeit az akadémia is nagyon fontosnak tartotta, és a következő eseményünk lesz november 15-én a szokásos éves nagy konferencia, Neumann társaság nagy konferenciája, ami a Szakiba lesz, és oda is várunk mindenkit, akit érdekel. Ugye.
Most ugye itt az Inforga Történeti Fórumnak az eseményén vagyunk, tehát ő egy nagyon fontos, egyrészt szakosztályunk, másrészt pedig az Inforga Örökség egy külön olyan tevékenység, amivel foglalkozunk, és ugye ők rendszeresen tartják ezeket a nagy intézményi eseményeket, de emellett van Szegeden egy Inforga Történeti kiállítás, amit érdemes megnézni, ez a Szegeden van a Szent Györgyi Albert Agórába, épp tegnap ünnepeltük ennek a kiállításnak, megnyitásának a 10. évfordulóját. Érdemes megnézni, mert itt két emeleten keresztül a Razdantól a Minszken keresztül mindenféle gépek ott vannak. És ugye mindenképpen az elmúlt éveknek nagyon fontos tevékenysége volt, hogy ezt a fizikai múzeumot és ezt az infratörténeti adattárat összekötöttük, tehát már lassan ott kódokkal rögtön át lehet jönni a múzeumból az itteni adattárnak az eseményeire és dolgaira. És ugye a jövő egy kicsit, ugye az lenne a jövő az, hogy ez az infratörténeti múzeum, meg a infra adattárból egy múzeum legyen, és azért is mondom ezt el, mert ez jó lenne egy olyan közös álom, ami igazából ezt az egész sok-sok munkát, amit itt az elmúlt évek alatt ti is beletettetek, akkor tornyosulna ki. Ugye ez egyrészt egy álom, nem teljesen, hogy mondjam, légből kapott, mert még 2019-ben voltak ilyen nyilatkozatok igazából, hogy Szegeden ott a volt szovjet laktalan területén, ahol most ugye egy részét az ELI foglalja el, tehát ez a lézerközpont, annak a területén megalkult ez a múzeum. Nyilván a mostani EU-s meg Magyarország pénzügyi helyzet az nem igazából segíti ezt, de tehát van egy olyan kis mag, amit még élelni kell. És ez a másik rajz pedig azt mutatja, hogy idén volt Szegeden 23-ban ugye a Nemzetközi Infraolimpia, az egy kicsit nyomott rajta, akkor újra előkerültenek a múzeumnak a kérdése, készültek ilyen másfajta látványtervek is, de aztán végül is ez az olimpia nem tudta berúgni azt a motort, hogy ez a múzeum létrejöjjön, de igazából ez a munkának az lenne, amit itt ma is itt végzünk, meg ott lent Szegeden is végeznek, hogy egy igen, akár Neumann Jánosra, akár Kalmár László elnevezett múzeum legyen igazából, tehát akkor lesz igazából ez a sok munka, amit tervezésre került. És ugye mit tudunk tenni, ugye ezért van itt a társadalmintás, gondolom azt, hogy beszéljünk róla közösen, hogy érdemes ezt létrehozni. Ezért találtuk ki a Magyar Informatika Napját, az minden év januárjába, hogy akkor megint szélesebb körbe beszéljünk ezekről a dolgokról, hogy miért érdemes ezeket az informatika dolgokat, eszközöket megmenteni, kezelni, fönntartani, üzemeltetni, szervizelni, és így tovább. Tehát ugye a mai mobiltelefonnak ugye mi volt a múltja, tehát a mai világnak mondta múlva. Szintén szerintem nagyon fontos, és ebben majd kéne előléptünk, hogy csak az informatikus körökön kívül, tehát valamifajta gazdaságtörténet, szociológus is foglalkozanak vele. Azért tettem be ezt az Orion könyvet, mert egy csomó ilyen nagyobb vállalatnak elindult a gazdaságtörténeti földolgozása. Tehát tudom, hogy megvan az informatika történeti földolgozása, hogy nagyon sok cégnek, meg ez az egész sorozat erről szól, de egy kicsit távolabbra menve, tehát a gazdaságtörténetek, szociológusok más szempontból nézik, és akkor ugye kiléptünk ugye ezen a mondjuk úgy burkon, vagy hogy szokták mondani ezen a dolgon, és ugye mindenképpen a finanszírozás is nagyon fontos dolog. Ugye a múzeumot is úgy tudjuk fönntartani, hogy minden évben iszonyatos lobbyerővel sikerül megszerezni valamifajta minisztériumi támogatást. Nyilván, hogy egy civil szakmai szervezetnek a tagdíjaiból nem lehet egy ilyen két emeletnyi múzeumot fönntartani. És míg a normálévhez kapcsolódó, a társadalomisításra pár dolog az, hogy most a Neumann életét bemutató kiállítás jár körbe gimnáziumokba. Tehát felsoroltam párat, de sokkal több gimnázium megy. Tehát, hogy ott van a Neumann, először a Neumann nevét is iskolákban, de sorban jelentkeznek gimnáziumok, és járjuk körbe az országot. Éppen most Zalaegerszeg van, jövő héten nyitjuk a keszthelyi kiállítást. Tehát ez is ott van, hogy ott van az iskoláknak a terébe, és sikerült elérni, hogy sokszor polgármesterek nyitják meg ezt a kiállítást, tehát mindenképpen nagyon fontos ilyen dolog. Akkor szintén így a társadalmintás felé egy lépés, hogy volt egy homás Neumann
pályázatunk, ahol mondjuk úgy profi képzőművészek készítettek alkotásokat, 140 műalkotás készült, és ezt is állítjuk ki nagyon sok helyen. Tehát megint az, hogy túllépünk az informatikai körön, hanem sokkal szélesebb körbe mutatjuk be ezt a dolgot. És ugye a Karikó Katalin ugye idén lett, még a Nobel előtt lett Norman professzor díjas, ő nyitotta meg az egyik kiállítást egyébként itt az A22-es galériába, és ott a művészek ugye egyesével is meg csoportosan is szelfiztek vele, úgyhogy most tele van egyébként ilyen Neumann Katalin és a kiállításról szóló képekről ezek a művészi szelfik, tehát megint az, hogy próbáljuk túlterjeszteni az infos körön ezt a Neumann évet, vagy akár nem tudom, hogy hányan látták, ugye a Városház téren plakátokon ott voltak ezek az alkotások, tehát hogy kint az utcán is lehetett találkozni az informatikával és Neumannal. Jó, és vannak kiadványok nyilván, amiket figyelembe ajánlok mindenkinek. A természetvilágában egyébként nem csak tudományos cikkek vannak, hanem van egy iparművészeti cikk is a Neumann családnak a különböző relikviáiról, tehát bútorai, festmények, és így tovább. És ugye nyilván az is egy nagy dolog, ugye, hogy a Balaton parton, ugye a városnak a közepén sikerült ugye egy emlékfát építeni, tehát ültetni, tehát megint ott voltunk ugye a városnak a szívébe, ugye egy civil szervezetnek az elnöke, meg a polgármester ültette ezt a fát. Úgyhogy ez igazából ennek a mai konferenciának is, meg egyáltalán ennek az infotört örökség megőrzésének szerintem egy útja, hogy lépjünk egy kicsit tágasabb körbe, lépjünk ki ebből, mert akkor tudjuk azt elérni, hogy minél többen támogassák és szélesebb körbe érjék ezt a dolgot. Ugye mégis mondjak még valami újdonságot, tehát én dolgoztam a Digitálnál, és ugye ott kutattam egy pár ilyen apekes, vagy hát igen, apekes dolgot, hogy a Digitál nyerte 1993-ban a világbanki tendert, és ugye föl van sorolva, hogy milyen cégek vettek ebben részt, nem tudom, hogy hány cég, ugye ez is egy nagy kérdés, hogy egy hány cég, és hogyan alakultak ezek át, és melyik foglalkozik ma egyáltalán ugye számítógépekkel ma. Akkor indult ugye a 180-as fiók iroda. Itt nem tudom, hogy vannak-e ismerősök azért, szerintem vannak ismerősök, ugye ez volt az aláírásról készült fotók, úgyhogy megint ezt majd hozzá lehet tenni itt a konferenciának a dengát. Tehát ez 93-ban volt ugye a tendelkirdetés, és 94 márciusa volt a szerződéskötés, és akkor itt vannak ilyen fényképek, ugye akik részt vettek ezen a szerződéskötésen, meg sajtótájékoztatóján. Jó, hát itt ekkor ezek voltak, ez biztos nyilván itt valaki el fogja mondani, hogy mi volt ennek a tendernek a tartalma, csak egy pár képet is oda tette be olyan gépekről. Meg ugye emlékszem, nagyon sok dekuszt tartottunk, ahol mindig az apekes kollégák ugye a DSM-nek a kiválóságát ismertették. Nem is tudom, melyik vidéki megyei szervezet volt, vagy egy Veszprémben volt ugye egy ilyen központ, és akkor ők mindig elmondták, hogy milyen ragyogó ugye ez a DSM. És akkor még később is, ugye ez 99-ben, ugye APEC vásárolta az 1000. alfát, megint egy fénykép ugye egy korábbi vezetővel, és akkor ugye akkor nagy probléma volt ugye a 2000-es év probléma, és akkor egy szoftver is volt, amivel ezzel a dolgot, hogy mondjam, lehetett kezelni, vagy próbálni megoldani. Úgyhogy gondoltam, hogy még úgysem fogok én hozzászólni, mert nem vagyok apekes, de pár ilyen nem tudom, relikviát azt próbáltam itt megmutatni arról, hogy az a kapcsolatom az apekkal az nem most kezdődött. Köszönöm szépen a figyelmet.